Does he love me? I wanna know. How can I tell if you love me so? Is it in his eyes? Oh no, you be deceived. Is it in his eyes? Oh no, he make believe. If you wanna know if you love him so, is it me? Ez nagy izgalom volt, Kati. Egyből megkérdezzük az énektanárnőt, jó? Szofi, ma egy új feladatot kaptál, hogy táncosokkal már nem csak magadra, nem csak a közönségre figyelve, kicsit egy másik környezetbe legyél, új dalt is esetleg, amit eddig nem ismertél, és nagyon szépen helytáltál ebbe a dologba, még akkor is, hogyha egy picit még ez idegen volt, tehát az igazi lazaságot az egy picit háttérben marad. De gratul azért! Köszönjük! Anita, nagyon mosolyogsz. Annyira bírom mindent, tehát olyan vibráció van körülötted, és most azt láttam, hogy túl sokat figyeltél arra, hogy most a mozgás az azért úgy meglegyen. Holott minket az érdek, hogy itt mi van, mert itt, ami van, benne így a torkodba, az valami egészen elképesztő. Ezt úgy nagyon várom, hogy az igazi Sophie, amilyen te vagy, és amit látunk, az így, ez csak így előjön, és azt mondja, igen, shop, shop song, na, ezt nektek. Na, köszönjük szépen, hát gyakorlunk, próbálkozunk, tudod, ez még nem a vége a dolognak. Hát, András. Nehogy megijedj, nincs semmi baj, csak az van, hogy ez az egész, ami most körülötted van, ez egy ilyen nagy, színes, habos, fortyogó, ilyen nagy vattacukor, aminek te kis törékeny nádpálca vagy a közepén, és most kell gyakorolnod először ilyen helyzetekben, de hiszen ez erre való, ezért örülünk neki, ha a fiatalok idejönnek, hogy saját maga mindenki leszűrje, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami kell, mi az, ami nem kell. Nagyon bájos jelenség vagy, nagyon jó hangi adottságaid vannak, nagyon szépen megtanultad ezt a koreográfiát is, és nem voltál megilletődött. Kicsit többet kell figyelni arra, hogy az énekhang mégiscsak az 90%-ban azzal kéne minket megnyerni, meg fogod találni ebben a helyes arányt. Bence. Dacára annak, hogy nem szeretem ezt a sernótát, nála tudtam élvezni, és nagyon-nagyon elkezdett bizseregni, meg mozogni bennem sok-sok ilyen örömhormon. Egyébként tök ügyes voltál, mert hoztad a ritmust, közben énekeltél, táncolt, tehát teljesen jó volt. Azért nem olyan rossz dal ez, és sokfajta feladatot kapnak itt a gyerekek, tehát szerintem nincs teljesen igazad, Bence, de nézzük a pontokat. Bence, akkor nézzük ezt pontba. 21 pontot adok. 21. Anita? Én bízom benned, és nagyon várom, hogy a Sophie királynő kijöjjön. 24! Köszönjük a bátorítást! András? 19 pontot adom. Köszönjük, Sophie! Az jó, nagyon jó! Kati? 17 pontot adok. Köszönjük szépen! Összesen ez 81, az nagyon jó! Na nézzük akkor, hogy a nézők mit adtak itt.
Anyukák, 23 pont. Na, itt már működik a dolog. Apukák, 20 pont. Apukák lehet, hogy nem ismerték ezt a számot. De ez mindenki. Nagyszülők, 23 pont. Köszönjük, az nagyon jó. Gyerekek, 19. Hát az lehetett volna egy kicsit több. Na nézzük összesen akkor. Sophie ezzel a produkcióval elért 166 pontot. Na jó, az azért. Gratulálok. Adj egy nagy ölelést.